Minden meccsen maximális erőbedobással játszom, szerencsére ezt ma egy gól is megkoronázta, de a legfontosabb, hogy nyertünk. Abban a szituációban az történt, hogy felugrottunk az Abdi, a védő és én is beleértem, még az is lehet, hogy az Abdi is beleért, de az biztos, hogy utoljára a védőjátékos ért bele. Én úgy gondolom, hogy ebben a szituációban nem hiszem, hogy az ellenfél játékosának kéne gratulálni, hanem az ember magához ragadja a gólt, hogyha közben szerepe volt benne. Pontosan már nem emlékszem, mi történt a gólomnál. Ha jól emlékszem, egy szabad rúgás vagy egy szöget után, nagy kavarodás végén senkinek nem sikerült elfejelni a labdát. Aztán, amikor felnéztem, láttam, hogy ott van a labda előttem, onnan már nem volt nehéz dolgom, hisz csak az üres kapuba kellett passzolnom. Nagyon nehéz meccs vár ránk idegenbe, de persze szeretnénk ott is nyerni, és szeretnék ott is betalálni. És ha olyan jól játszunk, mint itthon, akkor biztos, hogy tovább is fogunk jutni. Természetesen az idegenbeli mérkőzésen is győzni szeretnénk, de mint tudjuk, a futballban bármi lehetséges. Ha a kinti mérkőzésen is ugyanolyan szervezetten és koncentráltan futballozunk, mint tettük azt a mai találkozón, akkor viszont úgy gondolom, hogy nem érhet minket meglepetés. Itt két mérkőzés alapján kell jobbnak lennünk, mint ellenfelünk. Ma elég koncentráltan és szervezetten, pontosan futballoztunk, de azt gondolom, hogy a kinti mérkőzésen talán még picivel jobbak tudunk lenni. I think we can do better. Nem akarjuk a véletlenre bízni, vagy abba, hogy most 3 gólt lőttünk, és akkor kint majd csinálunk egy 0-0-at. Kimegyünk, és győzni fogunk. Úgy gondolom, ez a 3 gól elég lesz, de az ismeretlenben nagyon nehéz játszani. Tehát most már a csapatot ismerjük, az ellenfelet, de azért azok a körülmények, amik várnak ránk, az kihatással lehet a játékunkra. De úgy még egyszer azt mondom, hogy tovább fogunk jutni. A Ferencvároson csodálatos szurkolótábora van, és azt, hogy ők minden meccsen minket buzítanak, azzal szeretném meghálálni, hogy minden meccsen betalálok, de a lényeg persze, hogy az egész csapat eredményes legyen.